Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt indítanék, felhívnám arra a figyelmeteket, hogy így hónap végén mindig megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető, és havonta automatikusan jön. Minden hónapban van egy téma, asztrológiai előrejelzés, a szertartások ideje és témája. Azon kívül minden hónapban van két kedvezmény. Az egyik egy jóslás gyertyamágiával, a másik pedig egy jóslás indiai asztrológiával együtt, olcsóbban, mint amennyibe ez kerül, nem? Tehát ez egy jó kedvezmény minden hónapban azoknak, akik megrendelik a hírlapot. És most megnézzük azt, hogy mi történik hétvégén. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Először megnézzük azt, hogy mi az energia pénteken, mi történik, mire számíthatsz, az itt látható. Ez a torony összeomlik. Így érzed magad, mintha minden összeomlana körülötted. Ez nem kellemes. Ez lehet egy kihívás is, de ennek van egy jelentősége is, hiszen utána lesz majd egy jó fordulat, egy új kezdet. Az is lehet, hogy a torony nem téged érint, hanem a társadat, hogy ott omlik össze minden. Ez kiváltja azt, hogy elhagyod a könnyek mezejét, vagy ő, vagy mindketten. Az azt jelenti, hogy lezárjátok a múltat, mindazt, ami eddig fájdalmakat, könnyeket idézett elő. Itt lesz egy új irány, és már látható, hogy süt a nap, megvilágítja ezt az életterületet, lesznek fontos döntések, rendeződnek a dolgok. Tehát itt voltak könnyek a múltból, ez elmúlik, ez egy fájdalmas időszak ugyan, de lesz egy új kezdet, itt látható a vidámság, javulnak a dolgok. Szombat itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kelyhek körülvesznek téged, és szimbolizálják az érzelmeket. De a 9-es szám olyan, mint egy kerítés, amikor nem tudod hogyan tovább. Ha kimutatod az érzelmeidet, lehet, hogy ő ezt elfogadja, az is lehet, hogy zárkózott, nem tudod, hogy mi fog történni, ezért úgy fogva érzed kicsit magadat. Ügyelj arra, hogy hogyan látod a dolgokat, ezt mutatja itt a kép, mert ha szomorú vagy, az blokkol téged, akkor megmarad még ez a kerítés. Viszont ha észreveszed a háttérben ezt a szent képet, akkor tudod azt, érzed azt, itt minden rendben van, kell ugyan még egy kis türelem, de látható a szerelem, sőt, egy ikerláng kapcsolat itt a képen, hiszen itt van az ikrek jegye a kártyán. Megnézzük, hogy mi várható vasárnap. Itt alul van a tűz eleme. Az jelenti az ő bátorságát, lelkesedését, a szenvedélyeket, a mozgást, kezébe veszi a dolgokat, útban van hozzád. Vasárnap ezt még nem látod, hiszen le van kötve a szemed. Nem tudod hogyan tovább, itt is egy húzavonáról van szó, korlátozásokról van szó, de itt a szent kép mutatja, hogy minden rendben van, és itt is látható, légy még kicsit türelmes, ő útban van hozzád, közeledik hozzád, minden rendben van. Akkor is, ha nem hétvégén éled át,
de a napokban kisüt a nap, itt van a szerelem, itt tisztázódik minden. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!